Ürbőpuszta. Egy 50 négyzetkilométeres tájegység Magyarország közepén. Csendes vidék, az Alföld és a Kiskunság bejárata. Ürbőpuszta 24 régiójának egyike Bagi Ürbő. Ez a név kevesek számára hordoz igazi jelentést, pedig ez a 4 négyzetkilométeres terület kalandos múltat tudhat maga mögött. Filmünkben ezt a kalandos múltat járjuk végig a népvándorlást megelőző időktől napjainkig. A honfoglalás előtt Ürbőpuszta merőben más volt. Hiányoztak a szántók, a hatalmas rétek és legelők. Ez a vidék nádas és mocsaras, zsombékos területek összessége volt hatalmas vízfelületekkel, melyek a mai Taksonytól egészen Kiskörösig terjedtek. A Duna szomszédságának köszönhetően ez a nehezen bejárható terület egyfajta ütközőzóna volt a Római Birodalomnak. A jazigok és a kvád nemzetség évszázados háborúkat vívtak itt. Az 5. században a Római Birodalom megbukott, a jazig és a kvád nemzetségeket pedig kiszorította az avar népcsoport a 6. században. A honfoglalás előtt is az avarok otthona volt e vidék, akik állattartásból, halászatból éltek. Három jelentősebb avar lelőhelyet tártak fel a régészek, 1935. augusztusában egy gazdálkodásra utaló helyet a mai Hosszúhát és Daruköltő határán, 2005. októberében egy állattartás nyomait viselő lelőhelyet filmünk főszínhelyén, a mai Koncürbőn, és egy temetkezési helyet Juhászföld területén. A honfoglalást követően Ürbőpuszta Taksony vezér és leszármazottai tulajdonába került, a királyi ménesek és a solymászok otthona lett egészen a tatárjárást követő időkig. Negyedik Béla a tatárjárást követően lánya, Margit szerzetes rendjének, a nyulak-szigeti apácáknak adományozta a területet. Erről fia, 5. István állított ki oklevelet 1275. március 16-án. Ebben szerepel első alkalommal Ilbu, vagyis Ürbő szigete, melyben a 2 évvel azelőtti adományozásról állít ki oklevelet. Ez Ürbőpuszta első írásos megemlítése. 1275. január 1. Atya 5. István 1272. március 16-i oklevelét, mellyel a nyulak-szigeti apácáknak Ilbu szigetét adományozza. A török időkben a mai Juhászföldi dombon egy nagyobb török helyőrség volt található, illetve egy nagy törökkori katonai temető, amely egy, a 80-as években létesített homokbánya megnyitásakor megsemmisült. Ekkoriban a terület a török birodalom kereskedelmi útvonalának egy pihenőpontjaként funkcionált, ezen felül az oszmán birodalom lovasságának egyfajta ménes pihentetőhelyeként is használatos volt. A török idők alatt, hasonlatosan a környező településekhez, a lakosság száma közel nullára redukálódott, az 1600-as évek első harmadán volt olyan időszak, amikor összesen 4 család volt Ürbőpuszta teljes lakossága. A környező települések hasonló sorsot tudhattak magukénak. Míg Dabassári teljesen megsemmisült, Bugyi község lakossága alig érte el a 100 főt. A 17. század végén a törökök ugyan kiűzettek az országból, de további közel fél évszázadra volt szüksége az országnak az újrakezdéshez, és hasonlóan Magyarország megannyi településéhez, Ürbőpusztán is ekkor kezdődött meg az igazi fejlődés. Ez a fejlődés meghatározza a mai Ürbőpuszta arculatát, és itt kezdődik Bagi Ürbő önálló története is.
A törökök kiűzése után az ország romokban állt, meg kellett kezdeni az újraépítést, a gazdaság helyreállítását. Mária Terézia kezdte meg nagy léptékben az ország rekonstrukcióját, ez a munkája Ürbőpusztát is alapjaiban érintette. Magyar származású, az ország fejlődése iránt elkötelezett nemesek irányítása alá vonta a földek tulajdonjogát és a gazdálkodást, az úrbéri tabella kiadásával pedig elfogadhatóvá tette a jobbágyok életét is. A múlt viharainak köszönhetően sem Bugyi, sem Ürbőpuszta föld tulajdonjoga nem volt rendezett, a földek a kihalt vagy elvándorolt tulajdonosok után gazdátlanul álltak, így újra kellett rendezni a tulajdonviszonyokat, mivel a fővárosnak és az országnak egyaránt szüksége volt egy, a fővároshoz közeli éléskamrára. Bugyi község is rendelkezett úrbéri tabellával, amely külön rendelkezett az ürbői földekkel. Ürbőpusztát a 18. században a Beleznai család kezelésébe adták, Paprikaürbő a Forster család, míg a későbbi Bagiürbő a Beleznai család után a Majtényi család, majd Kecskemét város kezelésébe került, míg Lánciürbő a Vaj család tulajdonából a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének, Lánci Leónak a tulajdonába került meglehetősen kalandos módon. De nem ők voltak az egyedüli nagybirtokosok Ürbőn. Ürbőpuszta legdélebbi része Darányi Ignác földművelési miniszter birtoka volt. Tőle 1924-ben fia, a későbbi miniszterelnök, Darányi Kálmán örökölte meg a birtokot. A Darányi család Ürbőpuszta déli részét virágzó gazdasággá fejlesztette, hatalmas gabonaföldek, szérűskertek és gyümölcsültetvények voltak itt találhatók egészen a II. Világháború kitöréséig. A század első felében ugyanitt nagyszámú lakosság élt a megye határon felépített uradalmi kastély körül, amelyet az 50-es és a 60-as években ledózeroltak. Szintén említést érdemel Borzashegy egykori birtokosa, Székely József. A Székely család munkásságának nyoma mai napig látható, a nemrégiben restauráláson átesett romtemplom formájában. A mai Borzashegyi dombon egy, a Beleznai kastéllyal megegyező kastélyban élt a Székely család, amely a 70-es években szintén a buldózerek áldozata lett, a helyére gyógyszerégető üzem épült. A történetünk szempontjából azonban egy, a Jászságból, egészen pontosan Kengyel község mellől érkező ember sokkal fontosabb. A mondák így emlékeznek meg erről az eseményről. Gyalogszerrel elindult egyik pusztájáról a másikra. Útközben egy uradalomhoz érkezett, ahol a hosszú gyaloglástól kimerülve lefeküdt egy szekérbe és elaludt. Közben az uraság éppen kanászt keresett. Meglátva az ispán a szekérben a rossz gúnyájú idegent, megkérdezte, mi áradban van, vajon nem szegődne az urasághoz kanásznak. Elén, ha jól megfizetnek, válaszolta Bagi. Ugyan mit kérne, volt az újabb kérdés. Nem többet, csak a jószágaimnak adjanak helyet meglegelőt, a kutyáimnak meg ennivalót. Az ispán nem is kérdezett többet, megtörtént az egyesség, s pár nap múlva megérkezett az uradalomba egy barom, másnap egy ménes, utána egy szép sejmes júnyáj. Az ispán szörnyűködve látta, hogy azok minden legelőjét elfoglalják, és tudakolni kezdte, kié az a rengeteg jószág, s miért hajtják az uraság pusztáira. Végre Bagitól tudta meg, hogy összes birtokuk is kevés volna a kanász szegődtsége feltételeinek teljesítésére. A mondában szereplő, kopott gúnyás ember Bagi József volt, akit a népnyelv parasztnábob vagy gatyásbáró, illetve Mánlis milliómosként említ meg. Néhány jókai regény is született Bagi József életútja alapján. Az ürbőpusztai uradalmat fia, Bagi Gyula irányította.
Mentalitásában erős párhuzam vonható édesapjával, hozzá hasonlóan neki is szívügye volt a hétköznapi emberek jóléte, azok tisztes megélhetése. A sok kis kaszálónak használt úgynevezett bocskorszíj parcellát megvásárolta, és egy nagy uradalmat hozott létre belőlük. A Bagi birtok vörös márványból faragott határköve mind a mai napig megtalálható a Juhászföldet Bugyi nagyközséggel összekötő út mentén. A volt uradalmi birtok űrbőpuszta központi helyén helyezkedett el, magába foglalva a mai koncürbőt, amely az uradalmi központ volt. Ugyancsak részét képezte a mai Juhászföld, ahol egy szintén jelentős juhászat és egy közel 100 hektár területű gyümölcsültetvény volt található. Az uradalom nyugati oldalán egy, a mai napig legelőként és kaszálóként használt terület, a sípos legelő található, keleti oldalán pedig a mára homokbányává átalakított, részben elhordott kenyérváró domb, és annak a közvetlen szomszédságában található egykori szérűs kert, amely a fenyves erdő néven ismert a helyi lakosok körében. Fordulj balra 4629-es útra. Útra keltünk, utunk célja a járságban található, Martfű és Kengyel község között, Szolnoktól délre. Kengyel-Bagi Majorba tartunk, a Bagi család valamikori uradalmi központjában. Fordulj jobbra, majd fordulj balra az április 4. utcára. A major szélén már látni lehetett, nem jöttünk hiába, már távolról feltűnt egy szélmalom és egy kápolna. Gödrös kis utcán zögykölődött a kocsi célunk felé, amelyet egyre türelmetlenebbül vártunk. Fordulj balra, majd fordulj balra az április 4. utcára. Fordulj balra az április 4. utcára. És akkor elénk tárult, honnan indult el a Bagi család, hogy űrbőpusztára eljutva máig érzékelhető nyomokat hagyjon maga után. Bár Bagi Gyula munkássága óta eltelt egy évszázad, a helyből árad a szellemisége, és szinte tapintható a jelenléte. Megérkeztél a célpontodhoz. Először a két kúria közül a kisebbik esik utunkba. A nagyobbik kúria sajnos a 40-es évek végére megsemmisült, az építőanyagát más házak építéséhez hordták szét. A kisebbik kúria túlélte a viszontagságokat és gyönyörűen felújították. Az 1900-as évek első negyedében világi élet folyt ezen a helyen. Horthy Miklós kormányzó, mint a család barátja, többször megfordult itt. Bagi Gyula világpolgár, gazdálkodó és gondos, szerető családfő volt egy szemében. Visszaemlékezés unokája, Nádasdy Nikolics Andrea életrajzi könyvéből. Anyai nagyapám, Széchenyi Bagi Gyula, jómódú földbirtokos volt, 5000 holdon gazdálkodott. Két kastély tulajdonosaként és az országos agarászverseny megrendezőjeként nagy tiszteletnek örvendett. Versenylovak és díjnyertes agarak tenyésztésével is foglalkozott. Nem nézte jó szemmel a pazarló életmódot. A nyereség túlnyomó többségét visszaforgatta a birtokba, cséplőgépeket vásárolt, és korszerűsítésre törekedett nagymama bosszúságára, aki szerette a társadalmi életet, de úgy érezte, hogy erre nem kap elég pénzt. Nagypapa maga volt a józanság és bölcsesség köve, nem lehetett eltéríteni a frivolitás irányába. Egyszer Andris nagybátyám nagy lélegzettel fordult hozzá. Papa, pénzre van szükségem. Mire kell, fiam? Kérdezte az öreg úr. Autót szeretnék venni. Hová akarsz utazni? Párizsba, mondta Andris bácsi.
Miért pont Párizsba? Hát azért, mert ott még nem voltam. Türelmetlenkedett Andris bá. Miért nem még Debrecenbe? Ott sem voltál még, volt a válasz, és ezzel el is dőlt a kérdés. Bagi Gyula megfontolt, ugyanakkor előzékeny ember hírében állott, aki számára munkásai boldogulása is fontos volt. Földjei és állatai hasznát okosan, előrelátóan forgatta vissza, ennek nyomai mind Bagi Majorban, mind pedig Ürbőpusztán megtalálhatók. A régi központi uradalomban a mai napig látogatható az általa épített szélmalom, illetve a kápolna, amely egyben családi sírbolt is. A felújított kúria ma közösségi helyként szolgál. Ugorjunk vissza Bagi Ürbőre. Hatalmas legelők és szántók tulajdonosa volt Bagi Gyula, aki nem csak használta, de fejlesztette is Ürbőpusztát. Birkahodályokat épített a mai Koncürbőn, illetve Juhászföldön. Ezekből a karámokból az 50-es, 60-as és a 70-es években is országos díjnyertes merino juhok kerültek ki, törzsállománnyal látva el az egész országot. A múlt század 20-as és 30-as éveinek fejlesztései mind a mai napig láthatók Ürbőpusztán. A mai nevén ismert Konstanyában két család élt, a régi épületben a Fehér Família, ők egy 1800-as évek elején épült parasztházban éltek. A család generációról generációra, évszázadok óta juhászkodásból élt. Az új építésű házba pedig az országszerte híres csikós és juhász dinasztia, Báber István és családja költözött be 1937-ben. A háború kitörésekor a két család, kettő, egyenként 900 juhot számláló nyájat nevelt ezen a területen. Szintén nagy szerepe volt Bagi Gyulának az ürbői iskola építésében. 1914-től Ladányi Ürbőn kezdődött meg a tanítás a mai érsekházban, a Balogh család jóvoltából. Kisznyér Kálmán plébános, Moldvai László kántor és Tamás László tanító oktatta a tanyasi gyerekeket. 1938-ra viszont annyira megnőtt Ürbőpuszta lakossága, hogy részben Bagi Gyula adományából fel kellett egy új, nagyobb iskolát építeni. Azonban ahogy minden jó, így Bagi Ürbő felvirágzásának története is véget ért, elérte Ürbőpusztát a II. Világháború. A háborút követő politikai átalakulás földönfutóvá tette a családot. A család a háborút követően feladva földjeit, Szolnokra kényszerült költözni városi házuk egy lakrészébe. Itt élt a család, megosztva a házat egy beköltöztetett ávótiszttel és annak családjával. Visszaemlékezés Bagi Gyula unokája, Nádasdy Nikolics Andrea életrajzi könyvéből. Miután a nagyszüleim elhagyták Pécset, visszamentek a régi otthonukhoz, hogy megnézzék, mit lehetne megmenteni a hajdani szétrombolt életükből. A két kastélyból semmi sem maradt, csak az alapok. Később nagyanyám megkérdezte, akarod-e látni, vagy inkább megtartanád az emlékezetedben úgy, ahogy ismerted. Kíváncsi vagyok, és állok elébe nagymami, mondtam. Megdöbbentő volt az egyik már nem létező szobából a másikba átlépni az alaprajzszerű téglasoron. A parkból a fákat kivágták, a gaz felverte az utakat. Különösen sajnáltam az öreg diófát, amelyről kislánykoromban leestem és majdhogy nem kitörtem a nyakamat. A nagyszüleimnek Szolnokon is volt egy háza a színházzal szemben a Tiszaszálló mellett, az épségben maradt. Mint később kiderült, egy ávós tisztet ültettek bele családostul, ez védte meg a vandalizmustól, s bár nagymamáiknak kegyesen megengedték, hogy három szobába beköltözhetnek, többé már nem volt az ő tulajdonuk.
1950-ben, bár a családfő már igen beteges volt, újra költözni kényszerült. A szolnoki házat végleg feladva, Bagi majorbéri régi otthonuktól az ellenkező irányban található Cibak házára költöztek, ahol Bagi Gyula 1952. április 30-i haláláig éltek. Az egykori birtokost, a több száz ember jó megélhetését biztosító gazdát, a gondos családfőt, kisemmizve temették el a Cibakházi temetőben. Ürgőpusztán az 50-es évek elején állami irányítással újraindult az élet. Az ország harmadik legnagyobb állami gazdasága családok sokaságát vonzotta Ürgőpusztára. Villamosítás, családi házak építése, aszfaltozott utak és megannyi ipari létesítmény építése jellemezte az 50-es-60-as éveket. Bagi Ürgő is új nevet kapott 1952-ben. A régi uradalmi központ lett Koncürgő. Az új gazdasági központ lett Juhászföld. Szittyó Ürgő pedig a régi nevét kapta vissza. A két nagy juhászat mellé a 60-as években két tehenészeti telep, egy takarmányszárító üzem, egy gépállomás, egy nagyüzemi konyha, két munkásszálló és megannyi családi ház épült. A kiskunsági állami gazdaság 40 évig működött, ez idő alatt újra formálta Bagi Ürgőt. 1993-tól újra magánkézbe kerültek a földterületek, újra a kis és középméretű birtokok formálják Bagi Ürgőt. A terület értékes része a Kiskunsági Nemzeti Park, és teljes egészében a Natura 2000 természetvédelmi fennhatósága alatt áll. Bagi Gyula életműve és munkássága azonban egybefor Ürgőpuszta nevével, kitörölhetetlen része a hely múltjának.